Kedves nézőink, szép estét kívánok! Köszöntöm Önöket ma esti sporthíradónkban. Több vendéget is láthatnak ma a stúdiónkban. Elsőként köszöntöm Fülöp Imrét, a női kézilabda csapat edzőjét. Szervusz Imre! Szervusz, és üdvözlöm a nézőket! Izgalmas első fél éven vagytok túl. Mik a hírek a női kézilabda csapat tájékán? Azt kell mondanom, hogy a női kézilabda csapat az ér és virul, annak ellenére, hogy nagyon sok nehézség volt az elmúlt időszakban. Egy csomó átalakuláson ment át a klub, szervezésileg, mint szerkezetileg, illetve hát sajnos a játékos állományban is történtek olyan dolgok, amik egy kicsit megváltoztatták az eddigi életünket, mert sérülés hullámunk volt. Elég nehéz fél évetek volt. Igen, tehát három nagyon komoly sérülést tud a csapat maga mögött. A sérültek most már átestek a műtéteken, lábadoznak, gyógyulgatnak. Hát sajnos az a baj, hogy csak a szezon végére számíthatunk rájuk. Most nekik a rehabilitációs munkát kell végezni. Első a gyógyulásuk, tehát innen is mindegyik játékosnak jobbulást kívánok, és kitartást az elkövetkező időszakhoz, hiszen itt nagyon sok türelemre van szükség az ő részükről, hogy megfelelően újra formába kerüljenek. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, a csapat jól szerepelt. A dőzt lezáróan egy kicsit furcsa bajnokságunk van, mert előrehozott tavaszi fordulók is belekerültek az őszi szezonba, így a harmadik helyen sikerült zárnunk. Azért a szép eredmény, igen, legyünk elégedetlenek. Igen, úgyhogy nagyon fiatal csapatunk van, tehát eddig is nagyon fiatal csapatunk volt, de aztán mivel, hogy ebből a fiatalokból is még megsérültek játékosok, így aztán tényleg a legfiatalabbak kerültek most be, és 13-14 éves gyerekek is komoly szerepet, komoly lehetőséget kaptak, és van, úgyhogy szépen éltek vele, úgyhogy nagyon jó látni, hogy ők is beilleszkednek a csapatba, segítségével van a csapatnak ez a fiatal társaság is, és hát hála Istennek az eredmények is megjöttek a végére. Több alkalommal beszéltünk már róla, hogy ezek miatt a sérülések miatt, illetve a csapat folyamatos fiatalodása miatt egyre több lehetőséget kap az utánpótlás. Létezik egy stabil bázisotok? Folyamatosan jönnek a fiatal tehetségek, akik pályára szeretnének lépni, és tudsz velük dolgozni? Igen, ez volt az egyik másik olyan terület a klubnál, ahol nagyon nagy előrelépést tudunk felmutatni. Egy másfél év elkezdtünk új gyerekekkel foglalkozni, tehát úgy hívtuk őket, hogy kezdő korcsoportot indítottunk, és megpróbáltuk őket a kézilabdázás alapjaiba bevezetni. Ez hál' Istennek jól sikerült, mind a női, mind a fiú vonalon, és jelentkeztek tehetséges gyerekek, akik aztán végül is egy határozott magot alkotva, most már odáig eljutottunk, hogy őket is kell versenyeztetnünk. Tavaly próbaképpen egy kisebb szintű bajnokságba, tehát egy Dunántúli serdülő bajnokságba versenyeztettük őket. Ott már látszott, hogy igenis kell velük foglalkozni, igenis lehetőséget kell nekik adni a saját korcsoportukba, hogy fejlődjenek, hogy megtapasztalják azokat a mérkőzés szituációkat, amit edzésen nem lehet rekonstruálni, és ebből ők erősödnek, fejlődnek, és most már idén egy országos szintű ERIMA bajnokságba veszünk részt, ahol azt kell mondjam, hogy ezek a lányok nagyon jól teljesítenek. Csoportjukban a első-második helyen vannak, ez éppen attól függ, hogy melyik csapat hány fordulóval rendelkezik, de nagyon jó mérkőzéseket játszanak, rengeteg szülő elkísér bennünket, a gyerekek élvezik a dolgot, és ugye ezek közül a fiatalok közül, akik már terhelhetőek, akik megfelelő fizikummal rendelkeznek, azok pedig a felnőtt csapat rendelkezésére állnak, járnak edzésre, folyamatosan illeszkednek be, és azt kell, hogy mondjam, hogy helyet is állnak. Úgy látom, hogy egyre több a munkád, bírod ezt, illetve alakul-e körülötted egy olyan segítői kör, akik egy-egy részfeladatot le tudnak venni a válladról? Igen, van segítségem, tehát Dalnoki Andi személyébe volt az egyik segítő, aki eddig segítette a munkámat. Most megpróbáljuk egy régi kézilabdás visszakerült Ajkára, és őt is megpróbáljuk ebbe a munkába bevonni Szalai Ákos személyébe.
a másik segítségem, illetve nagyon sok segítséget kaptam a szülőktől, amit úgy kell, hogy mondjak, hogy meg is kell köszönjem. Szóval nem csak a mérkőzésre kísérnek el bennünket, hanem a klub egyéb kisebb ügyeibe, szervezési dolgokban nagyon sok segítséget kapok, biztatják a lányokat, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy stabil hátteret képeznek nekem. Titokban susogtok ilyenekről? Tehát mondjuk az Ákossal, ha leültök, beszélgettek egy kicsit a büfében, felmerül-e, hogy NB1-B váltsunk osztályt, jussunk fel, lépjünk egy nagyobbat? Mertek álmodni? Úgy gondolom, hogy álmodni kell. Álmodni kell, mert az az embernek a mozgatórugója, hogyha az álmait valahol végre tudja hajtani, teljesülnek. Illetve kell bizonyos racionális dolgokat is szem előtt tartani. Én úgy gondolom, hogyha a klub kellőképpen megerősödik, ez anyagi ezt érthetjük anyagi vonalon, szervezési vonalon, hogyha megfelelő számú edző, ha megfelelő számú edzés lehetőség áll rendelkezésünkre, hogyha van kiegészítő lehetőség itt konditól, az úszáson keresztül minden egyes ilyen kis elem, ha összeadódik, akkor úgy gondolom, hogy lehet építkezni. Jelen pillanatban úgy érzem, hogy évekre visszamenőleg most van a klub olyan helyzetben, hogy ezeket a dolgokat lehet előrevetíteni, lehet róla beszélni. Ha ezen az úton tud haladni a klub, én úgy gondolom, hogy most akkor tényleg el kell gondolkodni azon, hogy igenis egy osztályra feljebb kell menni, és hogyha ha ebbe partner az önkormányzat, a partnerok, a szülők, a szponzorok, akkor ezt meg kell lépni. Felmerül a kérdés, hogy az óvatos tervezésnek mindenképpen kell, hogy valahol egy utánpótlása legyen 2-3 korosztállyal kisebbekkel. Tudtok-e foglalkozni, illetve látjátok-e most a 6-8-10 évesekből azt, akik majd 5-6-8 év múlva oda kerülhetnek a nagycsapatba? Ez is két dologból tevődik össze. Nálunk felmerült, ugye most U14-es korosztályt versenyeztetünk, de járnak hozzánk fiatalabb gyerekek is, 10-12 évesek. Ővelük jelen pillanatban edzünk, mozgunk, megpróbáljuk a mozgás, illetve a kézilabda alapjait elsajátítani, de sajnos lehetőséget még az ő korosztályukban versenyeztetésre keveset találtunk. Úgy találtunk, hogy létezik Ajkán egy szivacs kézilabda szakosztály, a Pelikán Milán, illetve a Végbalás foglalkozik ezekkel a fiatalokkal. Ővelük próbáltunk egy közös nevezőt, közös munkát végrehajtani, úgyhogy közösen versenyeztetünk gyerekeket, tehát akik nálunk járnak, és szükségük van rá, azokat mi kölcsön adjuk, és ők viszik őket versenyeztetni. Ők is ebbe az Elima bajnokságba, ebbe a 10-12 éves korosztályba versenyeznek, tehát van kapcsolat ezen a téren, illetve mivel, hogy már kialakult egy szakmaiság is ebből adódóan, a szivacs kézilabdából ugye át tudják vezetni a gyerekeket, az egyen nagyobb, a nullás, illetve egyes kézilabda használatával különböző bajnokságokban. Ez egy kicsit azért a te munkádat, illetve majd az Ákosét is talán megkönnyíti, hogy nem nulláról kell kezdenetek, van már mire építeni. Igen, úgy gondolom, hogy ez sokkal könnyebbséget jelent, tehát amikor már megvannak az alapok, akkor egy minőségibb munkát, egy lépcsőfokkal feljebb lévő munkát lehet végezni. Hát reméljük, hogy ez a jövőben egyre nagyobb lépcsőfokokat jelent, és akkor innentől ugye kiépül ez a lépcsőzetesség, akkor megvan a klubnak a természetes talaja, és akkor onnantól nagyon könnyű a tovább lépés. Lassan hátra dőlhetsz majd, és akkor már csak arról kell, hogy beszéljünk, hogy hol szeretnéd, hogy végezzen a női csapat. Hát azért ez még messze van, nagyon sok munka, nagyon sok energiába még bele kell, hogy fektetődjön, de hogyha a partnerek, a játékosok és minden adott hozzá, én állok a kihívás elébe. Tehát összegezve mindazt, amiről beszéltünk, jó irányba halad ma Ajkán a női kézilabda? Én úgy gondolom, hogy évekre visszamenőleg most van az, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Utánpótlás az egyik mániám. Más sportágakkal összehasonlítva nehéz megoldanotok most, hogy itt Ajkán van még vöröplabda, lányoknak nagyon talán még az úszás, amiben válogathatnak. Jelentkeznek nálatok, vagy komoly reklámtevékenységet kell kifejteni, hogy megjelenjenek és horgászni kell őket, hogy menjenek a pályára és edzenek? Nem, hál' Istennek nem kell horgásznunk, tehát van egy úgy mondjuk, hogy szájhagyomány útján terelő dolog. Tehát aki ide jár, az elmondja az iskolába, hogy jól érzi magát, mit csinált, hogy csinált. Most már azért jönnek az eredmények, hogy jól teljesített,
kupát nyertünk, oklevelet kaptam, stb. Ezek mind olyanok, hogy a nálunk nem sportolók számára egy kicsit kihívás, hogy én is szeretnék ilyet, egy kicsit úgy saját magunkat szponzoráljuk ebből a szempontból, illetve hát még az iskolába is, tehát ha jól szerepel egy válogatott, ugye most éppen megy a férfiaknál az Európa-bajnokság, ha egy válogatott jól szerepel, az az adott sportágra mindig nagyon pozitív hatása van. Ugye mi is ebbe bízunk, hogy egyre több fiatal azt mondja, hogy igenis ez egy nagyon komoly sport, nagyon összetett sport, én mindig azt mondom a szülőknek is, hogy ezt nem lehet fél év alatt megtanulni, tehát egy nagyon összetett sport, nagyon aktív mozgást igényel, illetve nagyon aktív szellemi munkát is igényel emellett, úgyhogy én úgy gondolom, hogyha ezt egy szülő pozitívan érdekli, akkor biztos, hogy felén fogja terelni a gyerkőcöt. Ha a gyerkőcnek pedig az adottságai jónak, akkor mi foglalkozni fogunk vele. Imre, azt hiszem, ennyi pozitív a kicsengése nem is lehetne a beszélgetésünknek. Köszönöm, hogy eljöttél, és akkor további sok sikert kívánok, a lábadozóknak pedig gyógyulást. Nagyon szépen köszönöm az önökbe is. Hétvégén röplabda gálán jártunk. Ismét Borsos Miklós röplabda kupa van a Bercsenyi torna tervében, nagyon nyüzsgés. Igen, jó nagy anyusgés, 18 csapat érkezett. Idén először úgy rendeztem meg a tornát, hogy szuper mini torna és mini torna, tehát két korcsoportban küzdenek a gyerekek. Állandó kérdésünk, hogy van-e utánpótlás? Én azt gondolom, hogy ez a kérdés itt most nem merül fel. Hát nem, hát amint látod, rengeteg gyerek van, dolgoztunk nagyon sokat, úgyhogy mindegyik korcsoportban vannak gyerekek. Egy-két kisgyerek hiányzik betegség miatt, de hát remélem, hogy majd jönni fognak az edzésekre és a következő mérkőzésekre. Honnan érkeztek csapatok? Dunántúl teljes területéről érkeztek, Nagybajonból, Kaposvárról, Pankaszról, Szombathely. Nem is tudom felsorolni. Én úgy látom, hogy mindig a röpi sulis rendezvényeken egész családias a hangulat, és nem látszik a fáradtság. Tehát az edzőbácsik még mindig nagyon nagy lelkesedéssel kívánnak, és a lányokon is látszik, hogy győzni akarnak. Igen, hát egy ilyen meccsen mindenki győzni akar, úgyhogy mindenki belead a maximumot, aztán majd ha hazaérünk, akkor már összeesünk a fáradtságtól, de amíg meccs van, amíg mérkőzés van, addig nyoma sincs a fáradtságnak, nem is lehet. A kisgyerekeknél mindig toppon kell lenni, mert a gyerek mindig kérdez, a gyerekre mindig figyelni kell, de hát ezt szerintem a szülők nagyon jól tudják. Igen, téged is nehezen találtunk meg ebben a nyüzsgésben. Hogy szerepeltek az ajkaiak, mennyi csapatunk indult? Az ajkaiak nagyon szépen szerepeltek, két szuper mini csapat indult, és egy mini csapat. A mini csapatnál sajnos betegség volt, úgyhogy a kisebb korosztályból kellett betennem a mini csapathoz gyereket, és nagyon ügyesen játszottak. Hát 8. helyet sikerült elérnünk, de ez is nagyon szép a népes mezőnyben. A szuper mini csapat pedig 3. és 4. helyet ért el. Nagyon sok lelkes szülőt és közepesen fáradt arcokat is láttam itt, kik segítettek a szervezésben. Igen, hát a segítők nélkül nem lehet ezt a tornát megcsinálni, úgyhogy nagyon büszke vagyok arra, hogy a nagyobb korcsoportú lányok mindegytől egyik itt voltak, írták a jegyzőkönyvet, besegítettek a játékvezetésbe, itt voltak a gyermekcsoportból és a serdülő csapatból is itt voltak játékosok, és még az asszony csapatból is itt volt egy-két kolléga, aki segített. Természetesen meg kell említenem a Borsos Miklós Általános Iskolából a két kolléganőmet, akik eljöttek és segítettek, és a testnevelő kollégámat, Kovács Tamást. Milyen a visszhangja az ajkai röpi sulis rendezvényeknek a röplabda szövetség körében? Rendkívül jó visszhangja van, hiszen nagyon sok csapatot tudunk vendégül látni, és itt igazából a csapatok fel tudják mérni az erőviszonyokat, és tudnak jobban felkészülni a diákolimpiai versenyekre. A Magyar Röplabda Szövetség már évek óta jegyzi a Verespálné kupánkat is, és a Borsos Miklós kupánkat is, és a csapatok külön készülnek arra, hogy mindig jönnek decemberbe, illetve januárban hozzánk. Ez kellemes kihívást jelent, gondolom. Igen, ez minden évben kihívás, mert egyre nehezebben tudjuk megszervezni, azért itt nagyon sok embert kell mozgósítani, és az emberek változnak, és van, aki éppen nem ér rá, vagy más elfoglaltsága van, új embert keresni. Tehát állandó emberek nagyon kevesen vannak. Hol lesz a következő kupa? Valószínű, hogy még a tavasz folyamán készítünk egy ajkai tornát a szuper mini és a mini korcsoportnak, mivel a
a Magyar Röplabda Szövetség által kiírt versenysorozatban ez elvárás is, hogy még egy legyen. Pontos időpontot ehhez nem tudok mondani, viszont február 15-én a gyerekkor csoporttal megmegyünk Győrbe. Attila, te vagy az Ajkai Röpisúli Egyesület elnöke. Milyen érzés nézni itt ezt a csomó lelkes gyermeket? Én nagyon örülök ennek, nagyon örülök annak, hogy 18 csapat jött össze, legfőképpen most már szuper minitől kezdve a minikor csoportig. Sőt, ami egyik nagy, azt mondom, élményem volt, hogy most a gyerekek között most már fiúkat is látok. Tehát ez a sport, ami elég elnőjesedett, úgy néz ki, hogy kezdenek a fiúk már kicsit visszakacsingatni. Erre nem csak a foci a lényeg, hanem egy kicsit a röplabda is. A lelkesedés és a fáradtság lassan összemérhető az arcotokon, lehet ezt bírni? Kénytelenek vagyunk, 10 évet csináljuk, ha nem csinálnánk, akkor nem lenne ez. Én viszont úgy látom, hogy egyre többen segítenek, egyre több a segítő, egyre több, aki próbálja megoldani a problémákat, és olajozottabban működnek a rendezvények. Nagyjából mondanám ezt, azért nem egészen így van. Városon belül nagy segítséget kapunk, és nagyon sok segítséget kapunk az önáldozatos szülőktől, és a legfőképpen edzőktől, nevelőktől. Mi a véleményed az Ajkai csapatok mai teljesítményéről? Az elvárásoknak megfelelően játszottak a lányok, jobban is, kevésbé is jobban, legfőképpen szétrobbantottuk, hogy minél több csapat játszon. Ennek a versenynek nem csak az a lényeg, hogy eredményt érjünk el, ezeknek a gyerekeknek szerintem a 18. helyezett ugyanolyan eredményt ért el, mint az első helyezett, mivel itt az a lényeg, hogy minél többet játszanak versenyszerűen, versenyezzenek, minél szélesebb területen tudjanak játszani, mert ha csak egy kis régóban, egy-két hónap alatt mindenki mindenkit ismer, belterjessé válik az egyesület. Itt azért Kaposvártól, Győrön keresztül, Szombathelyig sok csapat jött össze, ennek köszönhetően nagyobb felület, többfajta játékstílus lehet megismerni. Ez csak építi a gyerekek tudását. Kedves nézőink, megérkezett következő vendégünk, Kunszabó István, a Rája 94 úszóklub elnökségi tagja. Szervusz István! Szia, üdvözlöm a kedves nézőket! Mi a helyzet jelen pillanatban a klub házatáján? Folyik a munka? Igen, elkezdődtek az edzések 6-án, majd nagy lendülettel vetették bele magukat a gyerekek a munkába, keményen edzenek, készülünk az idei megmérettetésekre. Látszik rajtuk egy kis téli fáradtság, hogy megviselte őket a karácsony, sok mákos beigli? Én úgy gondolom, hogy nem, ők már évek óta, mert mondjuk ebben az úszásban tudják, hogy mi vár rájuk, és megfelelő a motivációjuk. Bandi bácsi ugyanaz szigorral kezdte az évet, ahogy egész évet végig szokta vezényelni, vagy azért van még egy kis kedveskedés, óvatoskodás, hogy szokjanak hozzá a munkához? Úgy gondolom, hogy soha nem változik. Az első hét ilyen felvezetés volt, de a héten már elkezdődtek a reggeli edzések, és keményen dolgoznak a gyerekek. Mi vár a gyerekekre? Tehát mi az első megmérettetés, hogyan készültök, milyen korosztályból kik indulnak majd versenyeken? Hát nagyon hamar elérkezett az első versenynek az időpontja. Szombaton diákolimpia lesz Pápán, ott is úszni fognak a gyerekek. Hány versenyzővel indul az úszóklub? Hát az úszóklubnak 30 versenyzője van körülbelül. A diákolimpia mindenki indulni fog. Következő napon vasárnap Székesfehérváron ennek a nagyobbak, 1500 méteres gyorsúszás. Ez már egy ilyen évelei felmérés, hogy megnézze az András, hogy a gyerekek hol tartanak, honnét kezdjük az évet. Milyen eredményekre számítatok? Készül ilyenkor egy lista fejben, hogy 5 arany, 4 ezüst, 3 bronz, de ennél lehet több? Én úgy gondolom, hogy nem is Isten igazából az érmek számítanak. A gyerekeknek az számít, hogy milyen érmet viszek haza, meg valamilyen szinten a szülőknek is, persze, mert büszkék a gyerekeikre, de igazából az idő, az, hogy milyen időt úsznak, honnét indulnak, és hova kell eljutni, ez a legfontosabb az Andrásnak. Egy kicsit beszéljünk a szakmai munkáról, beszélsz az időkről, kiedzeteli a gyerekek, vannak annyira lelkesek, kivonatban nekik feladatként, hogy írják a saját ideiket havonta, fél évente, András dolga ez, vagy a szülők, vagy így csapatostul írjátok, hogy hogyan működik a gyermeknek a fejlődése? A Magyar Úszó Szövetség egy nagyon jó rendszert talált ki, ranglista van, amit a verseny másnapján mindig frissítenek, és így mindenki látja, hogy aktuálisan éppen hol áll a ranglistán, mennyit kell javulni, hogy első legyen, második legyen. Azért mi Ajkán ebből a szempontból szerencsések vagyunk, mert mindenki ranglista első 10-ben van, és azért nagyon széles a paletta, tehát van, amelyik korosztályban 100 méter gyorsúszásban mondjuk 100-120 gyerek is fent van a ranglistán.
Hogyan értékeled az úszóklub teljesítményét országos viszonylatban? Nézd, ez egy kisváros. Sokkal kisebbek a merítési lehetőségek, mint Pesten, Fehérváron, Szegeden. Ha jól emlékszem, a Ajka úszóklub a tavalyi évben a 11. helyet szerezte meg, messze a legkisebb település ott az élmezőnyben. Olimpikonunk van, utánpótlás válogatottak vannak, úgy gondolom nem kell ennél több, és kellene ennél több, de valahol a határon vagyunk. Mit gondolsz az olimpikonunkról, nevezzük őt a nevén Kis Gergőről? Pozitív hatása van a fiatalságra, illetve az utánpótlás nevelésre? Észrevehető, hogy többen járnak azóta úszni, mióta azért a Gergő neve bekerült a köztudatba? Biztos, hogy többen járnak úszni, azért Gergő 3 olimpián szerepelt. Úgy gondolom, hogy azért az országban is nagyon kevés olyan sportoló van, aki 3 olimpián indulni tudott, ráadásul Európa-bajnok, világbajnoki 3. A gyerekeknek ő egy igazi példakép, és ott van mellettük, közel. Látszik az edzésen, hogy azért egy kicsit néha szikrázik a levegő, vagy a gyerekek felnéznek rá, és nézik, hogy mit csinál, hogy a mozog, milyen időt úszik? Nézd, most a saját lányomból kiindulni, ugye ott úszik a Gergő melletti pályán, őt hihetetlenül motiválja, hogy egy ilyen ember mellett tud úszni 12 évesen, és úgy gondolom, hogy a többieknek is ez motiváló hatással kell, hogy legyen rájuk. Mit gondolsz úszásról? Én egy kicsit úgy látom, hogy ez az a sport, ahol mérhetetlen sok munka van az eredmények mögött, és olyan láthatatlannak tűnik. Ahogy mondod, hogy napi 2-3 edzés, reggel elkezdik, elszaladnak iskolába, visszamennek edzeni, hazaszaladnak, és van, aki még este is edz. Népszerű-e a fiatalok körében ma úszónak lenni? Nagyon-nagyon népszerű. Én még nem voltam benne az úszásban, el nem tudtam volna képzelni. Egy, hogy az úszók ennyit edzenek, hogy mondjuk 8-9-10 éves kortól már heti 10-et edzenek. Az annyit jelent, hogy reggelente, hetente 4-szer edzenek az iskola előtt, mondjuk úsznak 5 kilométert, utána elmennek iskolába, délután tanulnak, majd lemennek délután megint mondjuk egy 6 kilométeres edzésre. És ennek én azt látom a versenyeken, hogy rengetegen vannak, rengeteg lelkes gyerek, rengeteg lelkes szülő. És úgy gondolom, az úszás egyre jobban kezdi megkapni azt a figyelmet. Ugye most nagyon nagy programok indultak, amiben szerencsére a mi úszóklubunk is részt tud venni, és ez majd biztos, hogy sikereket hoz. 2017-re Hódmezővásárhelyre, a junior világbajnokságra, vagy 2021-re Pestre, a felnőtt világbajnokságra, mert talán az impozáns újuszodában lesz. Ennyire előre már kell, hogy gondolkodjatok? Tehát vannak olyan versenyzőitek, akit kimondottan úgy készítetek, hogy 3 év múlva neked ott kell lenni, mert az eredményeid, fejlődésed alapján te erre vagy hivatott? Nem. Nem gondolkodhatunk előre. Tehát a mai napnak a sikere az csak mára elég. Az, hogy ma jó vagy, az nem jelenti azt, hogy holnap is jó leszel. Az én lányom korosztálynak a példája, tudom, hogy aki 7-8-9 évesen magasan vezetett, egyszer csak megtörnál valami, és jönnek elő nevek. Ismeretlen nevek, akik eddig sehol nem voltak, elkezdtek rendesen edzeni, olyan szakmai munkát kapnak, amivel fejlődhetnek, olyan szülői hátterük van, olyan körülményeik vannak, és a határa csillagos ég. Nem lehet előre gondolkodni, de valahogy előre kell tervezni, mindenki előre tervez. És ugye itt a Gyárfás Tamás úrék azért nagyon jó programot indítottak, ez a Jövő Bajnokai program. Nagyon sok gyereket összeszedtek, minden hónap első szombatján felmérőverseny van Fehérváron, a mi régiónknak. A másik régiónknak ugye mindenhol vannak központok, és ezek a gyerekek tényleg minden támogatást megkapnak. Mit kell tudni a klubról? Ha mondod, hogy jönnek a sikerek, vannak eredmények, és a befektetett munka megtérül, mégis azt látni itt az Ajkai úszodában, hogy 5-10-20 éve ugyanúgy nyüzsögnek, és egyre többen vannak a gyerekek a délutáni, délötti edzés órákban. Tényleg csak egy-két szabad pálya van, ahol lehet hobbi szinten úszni. Van-e titok? Van dibás személye, edzésmódszere, vagy a körülötte kialakult csapat az, ami így vonzza az úszáshoz az ajkai fiatalokat? Én úgy gondolom, tehát amit az András kialakított itt rendszert, ezt a követelményrendszert, illetve az ő magas szakmai tudása meghozta azokat a sikereket, ugye a Gergő által, vagy a többi gyerek által, akik még azért nem jutottak el Gergő magasságokba, de azért már nemzetközi versenyeken szerepelnek. Tehát ez meghozta azokat a sikereket, hogy az úszás népszerű lesz. És azért lehozzák a gyerekeket, meg a szülőként mondom, hogy a biztonságérzet, hogy az én gyerekem tudjon úszni, mert mindenki onnét indul, hogy meg akarja tanítani a gyerekét úszni. És van, aki ott ragad. Lejönnek sokan is, és ha ott tényleg jól érzik magukat, látja
a szülő, hogy aki tanítja úszni, az tényleg odaadóan dolgozik, szakmailag felkészült, a gyerek sokat fejlődik, jól érzi magát, akkor ott is marad. Aztán, hogy meddig tud megmaradni, az ugye egy kérdés, mert azért 8-9-10 éves gyerekeket azért egy dolgozó szülőnek mondjuk levinni reggel 6-ra, 4-szer, egy héten, meg szombaton, utána érte menni, tehát ez azért nem egyszerű. Nem egyszerű, de ezek a gyerekek nagyon alázatosak, és tényleg a lányot is hallom, nagyon-nagyon szeretnek ott lenni az úszodában. Ez a családias hangulat, illetve még én azt kell, hogy mondjam, a kisvárosi jelleg is benne van ebben. És óvatatlanul felmerül a kérdés, elég-e még nektek ez a kicsi úszoda? Nem nőttétek-e ki? Van-e terv, lehetőség arra, hogy fejlődjön, bővüljön a hely? Lehetőségek ugye felmerültek, most a vízilabda által volt az önkormányzatnak egy terve, hogy felújítja ezt az úszodát. Igazából ez bennünket, nem tudom, hogy hosszú távon biztos, hogy pozitívan érintene, de rövidebb távon ezt a versenyzői csoportot úgy gondolom, ezt tönkre vágná. Azért mondom, mert ugye itt 10-et edzenek a gyerekek. Amelyik pillanatban ők kevesebbet edzenek, ez a sikerélmény a ranglistán, az, hogy elől vagyok, az, hogy nemzetközi versenyre mehetek, ez elmaradt. Tehát két lehetőség lenne, ha itt hosszabb távon nem lenne vízfelület, vagy eligazolni, ami a saját példámból tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz egy családot elvinni, vagy pedig abba hagyni az úszást. Hát, vagy valami közös megoldást találni, átjárni talán pápára, bár ez mindenképpen bonyolult megoldás. Nem tudod egy nap kétszer átvinni a gyerekeket. Mert, és ha nincs reggeli edzés, ha az Andrásnak ez a rendszer, ez zseniális, amit ő csinál, amit ő kitalált, és ez komplett egészben működik, ez így működik komplett, hogy ezeknek a gyerekeknek ennyi edzés van is, és ő tényleg szakmailag tudja, hogy mit kell csinálni, és a gyerekekkel ezért fejlődnek. Ez az ő speciális módszere, vagy ezt a módszert azért alkalmazzák a világban máshol is? Vagy ezzel olyan műhelytitkokat próbálok kiszedni belőle? Úgy tudom, hogy ezt a módszert ő találta ki, és vannak emberek, akik már alkalmazzák, és sikerrel alkalmazták ezt. És itt vannak az élő példák. Hogy vigyázni kell ezekre az értékekre, ezekre a szellemi értékekre, ami itt van. Térjünk vissza a konkrét munkáról, inkább az egyesületi életre. Stabil az egyesület gazdasági háttere? A támogatók gyűlnek-e, vagy mindig elfér még egy-két új szponzor, egy-két új támogató? Mindig elfér egy-két új támogató. Ugye most a gyerekeknek azért szeretnénk jobb és jobb körülményeket biztosítani. Ami jobb körülmény, nem mondjuk egy új úszoda, ugye, de utazásban, versenyeztetében gördülékenyen működnek. Én úgy gondolom, tehát az önkormányzat lehetőségeihez mérten példamutatóan támogatja az egyesületet. Most a Magyar Úszó Szövetség által is elindultak programok, amikben ha részt veszünk, akkor ők segítenek ebben. Például a Mindenki tanuljon meg úszni program, ami most indult el vidéki városokból. Elsőként Ajkán indult el, hogy 100 óvodás ingyen járhatott úszni, hogy az úszás alapjaira megtanítsák őket. Ez minek köszönhető? Ti voltatok éppen jókor, jó helyen, hogy értesültetek róla, vagy megkerestek benneteket, hogy gyerekek, induljatok, itt egy pályázat, rátok van szabva? Ez egy lehetőség volt, amit mindenki kihasználhat. A Rájószóklub volt a leggyorsabb. Hol lesz ez jó Ajkának, az ajkai fiataloknak? Most azt mondod, hogy akkor 100 gyerek. Én úgy gondolom, tehát az úszás alapsporták. Most aki megtanul úszni, azért az minden sportághoz előbb-utóbb hozzáteszi, ami alapot itt megkap. Tulajdonképpen kettős célja van. Az egészséges életmódhoz való hozzászoktatás, hogy a gyerek már kiskorában hozzászokjon ahhoz, hogy sportoljon, hogy jól érezze magát a sportos közegben, illetve a másik meg, hogy azért ez egy hatalmas nagy merítési lehetőség. Ha 2-3-4 ember ott marad, lehet ki tudja, hogy nem ő belőlük lesz a jövő Kis Gergője vagy Hosszú Katinkája. És hogy látod, ez a megbecsültség fokozódik, és el fogják ismerni a vidéki műhelyeket a pestiekkel szemben, vagy ez egy örökös aláfölé rendeltségi viszony fog maradni? Igen, mi mindig vidéki műhely leszünk, mi egy dologgal tudunk érvényesülni az eredménnyel. Ha egyértelműen jobbak vagyunk, mert azt nem lehet elvenni, ugye ez mérhető sport, itt a stopper, nem tudok beállni a másik ember mögé, hogy most ne kapja meg labdát, mert nincs levegő éppenséggel, itt ez mérhető. István, köszönöm, hogy eljöttél, és akkor további sok sikert kívánok mind nektek az elnökségben, mint a gyermekeknek a versenyzésben. Köszönöm szépen. Szervusz. Szia.
Kedves nézőink, következő vendégünk is megérkezett, Jákli Péter, szervusz Péter. Szervusz, jó estét kívánok. A ma esti téma, amivel kapcsolatosan veled beszélgetni szeretnénk, a tömegsport, a labdarúgás támogatása, illetve az utánpótlása a labdarúgásban. Azt gondolom, talán ebben a sorrendben lenne praktikus végigbeszélgetnünk. Mindketten azt hiszem boldogok kell, hogy legyünk, hogy Ajkán van, működik és él a tömegsport. Így van. A Nagy László Városi Könyvtári Szabadidőközpont keretein belül működik a város tömegsportja. Nagyon népes lakossági kör vesz részt ebben a tevékenységben. Azt hiszem nem meglepetés, ha azt mondom, hogy a legnépszerűbb a kispályás labdarúgás, aztán télen a teremlabdarúgás. Őszi-tavaszi idényben 27 csapat vesz részt a heti rendszerességgel a kispályás labdarúgás versenysorozatban, ami aztán folytatódik november-december-januárban a téli terembajnokságban. Nincs megállás. Így van, itt 22 csapat vesz részt idén is, ugye közül megrendezzük a bajnokok tornáját, úgyhogy nagyon, nagyon népszerű ez a városban. Tudni kell, hogy ezt a bajnokságot egy kispás bizottság szervezi, az is köztudomás, hogy ebben most egy változás történt itt a téli időszakban. Ezt a terembajnokságot még a régi garnitúra vezényli le, a Lautner Jóska, a Csertán Jóska és a Mihályfi Gabi. Úgyhogy most zajlik a váltás. Nagyrészt tudjuk már, hogy kik fogják folytatni, ezt jövő héten véglegesítjük, és akkor ugyanígy folytatódik majd tovább a következő évben is a kispás labdarúgás. A másik nagyon népszerű sportága a városban a teke, amit az Ajka Kristály Tósok Berendi teke csarnokában bonyolítunk le. Ez is egy városi szervezés, itt is vannak segítőink, Zsigmond Dacival az élen, illetve Szigeti Szabolcs, aki bekapcsolódott ebbe, és a Bécsi Feri, ők a főszervezői ennek. Itt két osztályban 23 csapat vesz részt, tavasszal, ősszel folyamatosan zajlanak a mérkőzések, illetve decemberben van egy egyéni páros bajnokságunk. Érződött ott most, hogy elkészült az új panel pálya, hogy egy kicsit nagyobb respektje lett ennek a sportnak? Természetesen, bár a csapatok létszáma az most már hosszú évek óta beállt erre a 20-25 közötti létszámra, de én úgy gondolom, hogy akik ezt a sportágat űzik, azok nagyon elégedettek ezzel az újítással. Gondolom, hogy a profi ajkosság csapata is így van vele, bár hogy hallom, meg kell szokniuk ezt az új pályát már, de tekébe ez nagyon fontos tényező. Új stílust igényel, illetve bennem az a kérdés metődött fel, hogy mintha ők is egy kicsit kinőtték volna már azt a helyet. Tehát egyrészt a Superliga csapat, másrészt ez a mérhetetlen nagy tömegsportos háttér. Hát azt úgy gondolom, hogy ha sokan űzik ezt a sportágat, az mindenképpen pozitív dolog. Gondolom én, hogyha lehetőség lenne rá, akkor tovább lehetne ezt fejleszteni, bár most volt ugye a felújítás, erre a Superliga bajnokságra új pályát kellett építeni, ami azért egy nagy erőfeszítés volt mind a Kristálynak, mind pedig a városnak. De megérte. Így van, valóban. Legutóbb néhány héttel ezelőtt találkoztunk egy rendezvényen, meg kell említenünk a futórendezvényeket, azt gondolom, itt is nagyon lelkesek a szervezők, és a Ajka város lakossága is pozitívan áll hozzá. Így van, azt gondolom, nem a szervezőket kell kiemelni, hanem a lakosságot, a létszámot, így van. Tehát valamennyi futóversenyünk ebben az évben rekordot döntött létszámban. Ugye kezdjük, először mindig van a somlói csúcsfutás szeptember első hétvégén, egybe kapcsolva a somlói családi kalantúrával. Bár itt az időjárás azért közbeszólt, hogy az sem mindegy, milyen idő van. Az Ajka rajtja az szokás szerint nagyon népszerű volt, és hát a legnagyobb tömegeket a szilveszteri futás vonzotta. Itt tényleg 798 regisztrált résztvevő volt, úgyhogy küzdünk most azzal, hogy újra pólókat kellett gyártatnunk, hogy tudjuk pótolni azt a 200-at, amit nem tudtunk kiosztani. Innen szeretném üzenni azoknak, akik nem kapták meg, hogy 27-én hétfőtől a sportcentrum átvehetők a pólók. Ehhez egyébként hozzá, hogy fűzzük azt, hogy 15. alkalommal került megrendezésre ez a szilveszteri futás, és én úgy veszem észre, hogy évek óta már visszatérő probléma, hogy kicsit pesszimistábban gyártjátok a pólókat, mint ahányan aztán eljönnek, de nyilván ez is időjárás és szilveszter függő. Tehát nem könnyen tervezhető ez a így probléma. Van, anyagi kérdés is persze. Valóban a korábbi években ez a 600-as létszám beállt, tehát utóbbi 3-4 évben 560 és 580 között volt a részőknek a létszáma. Idén a jó idő sokkal több embert hozott ki, ami nagyon örültünk. Így tudjuk pótolni ezt a kieső pólókat, úgyhogy remélem mindenki elégedett lesz majd. Én szerintem ez nem lesz probléma, és jó, hogy a város ilyen rugalmas tud lenni. Lépjünk akkor a következő témánkra. 400 millió forint nem kis összeg. Ennyit tud most az FC Ajka infrastruktúrára fejleszteni, ha jól tudom. Hát nem az FC Ajka igazából, hanem ezt az önkormányzat, illetve a város kapja, és az ő vezetésével kell ezt a fejlesztést végrehajtanunk.
Így van, tehát azért elég szigorú előírások vannak, tehát csak a centerpár stadion fejlesztésre lehet használni, tehát semmiféle utánpótlási dolgot nem lehet belőle megvalósítani. Úgyhogy három nagy... Jó ez egyébként, vagy rossz? Mert kicsit kettős kicsengése van ennek a dolognak. Így van, tehát itt mi szerettük volna, hogyha a bányászpályán az öltözépet felújítása belekerül ebbe a koncepcióba, amit sajnos nem engedtek fönt az államtitkárságon. Ezért három nagy volumenű dolog fog megvalósulni. Egyrészt a lelátó befedése, a szinte teljes hosszába és ülőszékkel ellátása meg fog valósulni. Aztán a villanyvilágítás, itt kiírták a kötelező luxot, tehát 1200 luxot kell biztosítani, ami egy óriási fényerőt fog biztosítani. Lesz. Így van. És az öltözépet fogjuk bővíteni, felújítani, valamint a picit azért a pálya környékét csinosítani, tehát a elfolyó rendszert, egyebeket új eredményjelző lesz, új hangosítás lesz. Tehát mindenképpen komfortosabb lesz a mérkőzés látogatóknak a tud ebből profitálni majd más sportág is. Nyilván a közös létesítményeket, öltözőt, hangosítást tudják majd használni ők is. Természetesen, most például a futóversenyekre visszatérve, az Ajka rajtja ugye ott a centerpálya közvetlen környezetében zajlik, tehát az mindenképpen pozitív dolog lesz, illetve azzal, hogy a két új öltözőt fogunk építeni, ezért a meglevő kisebb létszámot tudjuk a későbbiekben növelni ezzel, hogy kikerül a futballcsapat a hosszú folyosóról, és ebbe az új épületrébe fog kerülni. Van-e határideje ennek a beruházásnak, és ha igen, akkor hogyan tervezitek, milyen ütemezéssel? Hát ez nem tőlünk függ igazából, ezen a héten kell leadni a végleges költségvetést, amit reméljük elfogadnak az államtitkárságon, utána közbeszerzési eljárás van, amit ők bonyolítanak, és valószínűleg hogy nyár folyamán az ősz végére fog ez a felújítás, illetve létesítményfejlesztés befejeződni. Akkor elmondhatjuk, hogy unalomra semmi ok a csapatházatáján, illetve a sportcentrumban nem áll meg az élet. Így van, tehát a felnőtt csapat is elkezdte a felkészülés, utánpótlás csapataink is január 6-a óta edzenek. Éppen tegnap volt utánpótlás értekezetünk, ahol ezt a fél évet áttárgyaltuk, hogy mibe kell fejlődnünk. Szerencsére a létszámunk az utóbbi időben növekedett. Mindenképpen azt kell mondanom, hogy a legkisebbeknél, tehát a legfiatalabb korosztályunk a 2008-as, Móricz Vilmos kollégám segítségével ott egy 20-25 fős létszámú csoport jött össze. Elegendő ez? A 25? Tehát mire följutnak majd 18 éves korosztályig, mennyien fognak ebből megmaradni? Hát ugye ahogy haladunk előre a korra, sajnos van lemorzsolódás természetesen, illetve érkeznek gondolom új emberek is. Ami pozitív dolog, hogy a városban egyre több sportág honosodik meg, például a vízilabda, ami viszel tőlünk gyerekeket, de ez nem gond, mert az a lényeg nyilván, hogy sportoljanak. De amit kezdtem mondani, visszatérek erre, hogy a létszámunk úgy érzem kezd stabilizálódni, talán a versenyző korosztályoknál nagyobbaknál van egy pici létszámhiány, amit azért próbálunk kompenzálni azzal, hogy most például nyitottunk a környező falvak felé, és egy körbuszt indítunk, és hozzuk be a gyerekeket ide hozzánk a jó körülmények közé edzeni, úgyhogy reméljük, hogy ez is hozzásegít bennünket ahhoz, hogy a következő években nem lesz ilyen problémánk, hogy létszámhiányos lesz a csapatunk. Mekkora körletből tudtok így utánpótlást hozni ezzel a busszal? Hát most ez az első ilyen próbálkozásunk, január elejétől kezdve Kislőd, Városlőd, Farkasgyepi, Bakonyjákó, ez a körzet, ahonnan hozzuk be a gyereket, egy 20 fős busz a 14-15-es gyerekeknél szerepel ebbe a programba, úgyhogy ezt majd szeretnénk később bővíteni, ha az anyagi lehetőségek megengedik. Említetted ezt az értekezletet, hogy átbeszéltétek az utánpótlás helyzetét. Mi az, amit javítani szeretnétek rajta, és mi az, amivel elégedettek vagytok? A szervezési dolgok úgy érzem, hogy most az ősz folyamán beálltak, tehát minden másik héten tartunk értekezleteket, az edzőkollégák elmondják a heti edzésmunkájukat, elmondják, mit végeztek a játékosokkal, illetve a következő hetet mindig átbeszéljük. Amivel fejlődnünk kell mindenképpen azok a problémák, amik a mai fiatalkorú gyerekeknél, azt hiszem iskolától kezdve mindenhol jelentkeznek, a fegyelem kérdése. Az edzéslejárás, a pontosság, ezek a dolgok, mert ugye ezek fontos pontjai az iskolás életnek. Milyen eszközök vannak a kezetekben? Tehát nyilván most már az edzőkollégák túlestek azon, hogy mindenkinek megvan a licence, akinek nincs, gondolom most már ők vannak kisebbségben. Jó példával, én a kollégák többségéről azt gondolom, hogy mindenki focizott, személyes példával tud előjárni. Ezen kívül mit tudtok tenni egyesületi szinten, hogy
rávegyétek a gyerekeket arra, hogy becsülje meg a csapattársait, az edzőjét, vagy egyáltalán az egyesületet, hogy pontosan érjen az edzésre, ha meccsre mentek, a busznak ne kelljen rávárni. Hát ugye, amit mondtál, itt nagyon szigorú előírások vannak az edzőképzések kapcsolatban. Így van, tehát valamennyi edzőnk megfelelő licenszel rendelkezik, enélkül nem is tudnánk indulni a bajnokságba. Hát ez nehéz kérdés, amit itt felvetettél. Ezt heti rendszerességgel beszéljük át az edző kollégákkal. Minden korosztályon más a probléma. A legnagyobbaknál ugye azért ilyen pontossági kérdések már nem nagyon fordulhatnak elő, tehát egy bajnoki mérkőzésre való indulásnál, tehát az, hogy egy-két perces várakozás még nyilván belefér, de hogyha valaki nem jár meg időben, távolra kell utazni, Mosfó-Magyaróvárra, Zalaegerszegre, Győrbe kell utazni, tehát messze van, azért a pontos időpontokat be kell tartani nyilván a kezdésnél, úgyhogy nem szoktunk várni gyerekekre, akkor nyilván az edző megtalálja megfelelő módszert arra, hogy legközelebb ez ne forduljon elő. Hogy állunk egyébként az utánpótlással? Városi szinten mindig felmerülnek érvek pro és kontra, hogy minél több ajkai legyen a csapatban. A mostani legnagyobb utánpótlás csapatokból látsz-e arcokat, látsz-e tehetségeket, akiknek reális esélye van arra, hogy pár éven belül bekerüljenek a nagy csapatunkba? Minden korcsoportban nyilván vannak olyan gyerekek, akiket ki lehetne emelni. Ugye most egy fiút tudtunk a felnőtt csapat keretébe behozni a téli időszakban, Weiss Milánt, aki hosszú évek óta a csapatunk tagja. Reméljük, hogy mentálisan, illetve akaratilag megállja a helyét. Nyilván technikailag, taktikailag rengeteget kell fejlődnie, de arra törekszünk, hogy minden évben legyen egy-egy ilyen gyerek, aki a felnőtt csapat keretéhez kerül. Viszont azt el kell mondani, hogy azért egy utánpótlás csapatból a felnőtt csapatba, egy NB2-es felnőtt csapatba bekerülni, átkerülni nagyon nehéz, mert sajnos azt kell mondanom, nagyon nagy különbség van. Hosszabb utat kell bejárni. Így van. Ezért szoktuk azt csinálni, hogy kölcsönadunk gyerekeket NB3-ba versenyeznek, és játszanak sokat, és onnan visszahozni NB2-be. Reméljük erre sor kell a közeljövőbe. Milyen csapatok tudjátok őket elküldeni, és van erre élő gyakorlat, hogy kölcsönadjátok a gyermeket, és vissza tud jönni? Ugye egy ideje az volt a tendencia, hogy 14-es korukban gyerekek megpróbálkoznak nevesebb csapatokba elmenni akadémiákra. Ugye itt az Zalaegerszeg, a Szombathely, Győr kerülhet szóba. Aki tehetséges, ott nem is állítunk akadályt elé, nyilván elengedjük őket. Akik nem annyira tehetségesek és mégis el akarnak menni, ott nyilván elmondjuk a szülőknek, gyerekeknek, hogy mi hogy látjuk ezt az egész kérdést. Sajnos akkor is van, aki korábban elment. Most utóbbi időben ez a trend ez megfordult, inkább jönnek vissza hozzánk a gyerekek. Most például a 21-es csapatunkban három olyan fiú van, aki 14 éves korában elkerült Pápára, illetve elment Pápára, és most három évvel később pedig visszajöttek hozzánk, és a mi csapatunkban játszanak. Úgyhogy ez pozitív. És én remélem, hogy ez inkább a következőkben így fog zajlani, hogy ezek a gyerekek elmennek tőlünk fiatalabb korukba, visszajönnek hozzánk, és így folytatják a pályafutásukat. Én egy kicsit, hadd valljam be, szkeptikus vagyok ezekkel az akadémiákkal. Azt gondolom talán, hogy túl sok is van belőlük, és nem biztos, hogy mindenhol az a színvonalú képzés folyik, amit a gyerekek igényelnek életkorukból fakadóan. Ezt én azt hiszem az itteni utánpótlással a közepesebb képességű gyermekeknek simán meg tudjátok adni ti is, illetve a ti edzőitek. Jól láttam? Azért azt el kell mondani, hogy az akadémiákon is, ugye, aki követi a sajtóban ezeket a híreket, tehát egy svájci cég auditálja most ezeket az akadémiákat, és ha a központi költségvetésbe az MLS-től például úgy kapnak ezek az akadémiák most pénzeket, ahogy ez a cég majd a vizsgálat alapján megállapítja, ki érdemli meg jobban, ki érdemli meg kevésbé. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért az akadémiákon komoly képzés folyik, azért nagy létszámból merítenek ezek az akadémiák, szinte az egész országból válogatni. Tehát jó, ez nekünk nem ellenérdekeltek egy kicsit ők abban, hogy nálunk színvonalas utánpótlás folyjon? Vagy mi az ő kezük alá dolgozunk, ők meg gyakorlatilag lefölözik a nyereséget, a hasznot, és azt mondják, hogy hátra dőlünk, mert itt Ajkán egy jó kis műhely munka folyik, átvesszük 14 éves korában a gyermeket, és majd mi profit csinálunk belőle. Én azt gondolom, hogy a legtehetségesebbeket mindenképpen el kell engednünk, és tovább kell engednünk, hogy az akadémiákon fejlődjenek.
inkább azokat a gyereket kell megtartanunk, akik a mi színvonalunkon tudnak jó teljesítményt nyújtani. Erre törekszünk, és úgy néz ki, mondom, hogy ez az utóbbi időben már meg is tud valósulni. Beállt egy állandó létszám, hogy mennyi gyermek jár az utánpótlás csapatokba, vagy itt is folyamatos reklámra, folyamatos utánajárásra van szükség, hogy a fiatalok válasszák a labdarúgást, és ne a sok minden más közé vegyüljenek majd el, tehát ne más sportág irányába menjenek el. Igen, folyamatosan kell erre figyelnünk, úgyhogy az edzőkollégák járnak az óvodákba, beindítottunk egy óvodai programot, illetve be szeretnénk indítani egy óvodai programot, ami azt jelenteni, hogy minden városi óvoda részlegen megjelenjünk, nagyrészt a saját edzőinkkel. Mi kell ehhez? Akik. Hát ez akarat kérdése, és nyilván a jó kapcsolatok kérdése, és akkor a saját edzőink, illetve az edzőkollégák megjelennek ezekbe az óvodákba, ahol ugye a Bozsik program is már megjelent az óvodákba, és onnan tudunk meríteni ebből a létszámból kihozni hozzánk gyereket, hogy az a fontos, hogy szokjanak ki a sportcentrumba, minél többen járjanak ki, és akkor a későbbiek folyamán ez szinte fontossá válik nekik, hogy megjelenjenek. Nekünk pedig azért fontos, hogy a létszámunkat tudjuk tartani. Nem túl korai? Lehet, hogy egyáltalán nem szakmai jellegű a kérdésem, de nem túl korai már az óvodában elkezdetni velük focizni? Nyilván otthon focizik a nagypapával, vagy a nagybácsival, vagy az édesapjával, de nem áll fenn az a veszély, hogy elkezdi 3 évesen, aztán majd 10 évesen azt mondja, hogy hát én kiégtem, kiöregettem, mégse tetszik. Nincs hát benne a 3 évesen nem is, de 5 évesen igen. Én nem gondolom, hogy ez korai lenne. Teljesen játékos jelleggel történik. Tehát nem úgy kell gondolni, hogy az óvodásoknak edzés tehát van, edzés jelleg, hanem heti 2 alkalom, 1 órát vannak kint. Tudunk lehetőséget adni most például a sportcsarnokba, hogy az óvodákban azért nincs ekkora tér, nincs ekkora hely. Nálunk ugye azért az infrastruktúra egyre jobb helyzetben van, tehát van műfűves pályánk, van fűves edzőterületünk, a bányászpálya is megújult, illetve a sportcsarnok is rendelkezésre áll, és én azt látom, hogy a gyerekek nagyon élvezik ezt, és a szülők pedig lelkesen hozzák őket. Elindult már a folyamat, vagy most még csak tervezés alatt áll, hogy melyik óvodában kezdetek és hol, vagy vannak már működő csoportok? Vannak működő csoportok, így van, és ezt próbáljuk minél jobban kiterjeszteni. Iskolákban jelen vagyunk, úgyhogy azért mondtam az elején, hogy úgy látom, hogy itt a létszámgondok lassan-lassan megszűnnek, de nehéz megtartani a gyereket, azért azt még egyszer mondom, főleg a 14 éves korban, amikor azért iskolaváltás van, akkor sokan nyilván teljes mértékben igazuk van, hogy az oktatást vagy az iskolát tartják fontosabbnak, és esetleg Veszprémbe, Pápára, Győrbe mennek tovább tanulni, természetesen akkor elmennek sportolni is, de én úgy látom, hogy azért egyre kevesebben. Ez gyakorlatilag akkor azt jelenti, hogy a városnak kezd megtartó eleje lenni, illetve a befektetett munkátok megtérni. Hát remélem, hogy így van. Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hát sok sikert kívánok mind az utánpótláshoz, mind a tömegsporthoz, mindehhez a hatalmas beruházáshoz, és akkor várunk majd, amint már eredmények vannak, illetve elkezdődött a beruházás. Köszönöm, hogy eljöttél, szervusz. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönöm mai esti megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra.